Jó napot! Segíthetünk valamiben? Kira? Kira? Mert mi hogy? Csinál? Mi a baj? Kódnak az iskolából. Mi a baj? Hogy? Mit csináltál, Kira? Semmit nem csináltál. Hát most szólt az iskolai igazgató, hogy keresünk meg. Miért? Mert nem fogad szó. Kira, mit csináltál az iskolában? Valamit összetörtél? Nem törtem szét semmit. Hát mit csináltál? Mi? Figyelj ide, álljon. Hozzád jön a rendőr, érted? Tényleg nem, semmit nem csináltam. Hát ez de azt mondta az iskolai igazgató, hogy nem fogad szó. De honnan? Igen, hogy nem fogad szó. Maga a szüleidnek se fogad szó. Létezik ilyen? Nem. Biztos? Biztos. Elkérdezzük apát. Van ilyen? Hát szokott lenni azért probléma. Kira. Ez tényleg valami vicc. Hát ez nem vicc. Ez most halálosan komoly. Hát de most ez miért szégyen? És most akkor minek? Hát nem tudom. Rabosítja? Hát nem. És a diák igazolványod itt van? Ha? Nincs. Hát nem, mi nem hoztuk, nem tudom, neked itt van valamit? Nem hoztál semmit, mi? Jajjaj. Kira, mit csináltál? Kislányom. Mi a baj? Jaj, szegény. Nézd mire, Kira. Kira. Ez egy prank. Hozzád jöttem. Hát emlékszel, mit mondtál nekem? Hogy te mire vágysz? Emlékszel, Kira, mit mondtál, mire vágysz? Nézd ére. Na, mire vágysz? Na, most jön. Na. Oké. Apa beül hátra, te meg előre ülhetsz, jó? Hogy nézett a Zsolti? Elraboljuk a gyerekét. Mehetünk itt bármerre, itt egyenesen, aztán balra, és ott hátra tudunk egy kört. Nem sírni, rosszajogni. Rendőrautóval ülsz. Tetszik? Hát ott is általában itt szoktak ülni hátul, ahol mi ülünk a Martinnal, a rossz fiúk. Bizony. Bizonyám. Úgyhogy mi vagyunk itt rossz helyen, nagyon. Hát ez nem is kérdés. Ti vagytok a rabok? Igen. Na de most van, akkor szót kell fogadni a szüleimnek. Ez nagyon meggyőző volt. Ez egy határozott talán. Jó, de csak akkor, ha akarsz. Mi a válasz erre? Hát szerintem neki, hogy nem fogok. Apa, mert nem akar nekem dosztot, azért ne szoktam. Kaptam egy dosztot. Hát akkor tudod, hogy nagyon jól tudom. Nézd, anyám, ez igaz. Ez igaz. Na, az a... Hát ha ilyen jól tanuló vagy, akkor okos is vagy. Akkor tudod, hogy szót kell fogadni. Hát nem lett rab. Nem mondod. És megkérdezted, Kira, amiket szerettél volna? Még nem. Hát akkor kérdezzed gyorsan. Milyen esetek? Jog esetek. Valami veszélyesben részt vettél-e, az a kérdés? Biztos, nem mindig veszünk elő, az csak legutoljára. Elég, ha valakire ránéz egy csúnyán, és akkor a szót fogad. Ez nem olyan, mint a helyszínen, hogy a tévében itt olyan nagyon nincsen. Kira, elmondtad, hogy te mi szeretnél lenni? Rendben. Azt, elsegítszem. Na. Akkor jó kell tanulnod. Egyen. Nagyon jó kell sportolnod. És akkor utána lehetsz lenni. És lehetsz helyszínen lennünk a csíbe. Nem tudom, hogy te... Tudod, csímakos szállás. Ja, ez jár. Na, az a csíbe. Na jó, más valamire kíváncsi vagy?
Most kérdezed, de most le van lehetőséged. Igen, rá. Most tegyél bátor. Hogy kell át, kell a gyalog átkerül helyen, meg ilyeneket. Elmondom a gyerekeknek, szoktunk ilyen is újba is. Kis mitóban nem menj ki rendőrni? Nem. Majd fog menni, akkor vagy később. Jó? Jó. Már harmadikos. Hát akkor talán nagy lány vagy. Hát akkor sok sikert az életedeket. Jó, és fogadszolt a szüleidnek is, de megyél. Jó? Különben elvisz a rendőrbácsi, jön érted? És elvisz. És akkor menjünk még egy kört, hogy nem fogadsz. Jó. De lehet akkor a dutyiba mész. Hát majd egy kicsit nagyobb lesz, akkor azt is megmutatjuk én. Jó? Jó? Csak így kirándulunk egy-egy rendőr is. Jó? Jó?